A ponthatárok kihirdetése után újabb fontos lépés következik a leendő hallgatók életében. Eldönteni, hogy kollégiumban vagy albérletben töltsék-e az egyetemi éveket. A döntést befolyásolja, hogy az albérlet és általában az ingatlanárak folyamatosan emelkednek Miskolcon is, erősítette meg az egyik ingatlanos társaság szakértője. Javaslata szerint, aki teheti, annak továbbra is érdemes albérlet helyett lakást vásárolnia. A Miskolci Egyetemen idén is lesz elég férőhely, a kollégiumokban akár 10 000 forintért is találhatnak szállást a hallgatók. Miskolc, az ugye 85 és 90 000 forint, a tavaly 85-öt mértek, most 90 000-et mértek májusban. Az ingatlan szakértő azt mutatja a diagramon, hogy tavaly májusban és egy évvel később hogyan alakultak az albérlet árak. Szamosi Barna azt mondta, hogy jelenleg Miskolcon nagyjából 170 kiadó albérletet kínálnak. Elhelyezkedéstől és felszereltségtől függően négyzetméterenként csak nem 2000 forintot kell fizetni egy átlagosnak mondható albérletért. A kiadó családi házakért és az új építésű házakért kell a legtöbbet fizetni, ami négyzetméterenként akár 3000 forint is lehet. Ha csak Miskolcot nézzük, akkor én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakhoz képest Miskolcon növekedtek az ingatlan árak, és ez a növekedés a kicsi kínálat miatt valószínűleg még várhatóan az ősz elejére fog egy picit növekedni. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az a tapasztalat, hogy általában felélénkül az albérletpiac, és növekszik az ingatlan vásárlási kedv is. Sok szülő nem albérletet fizet, hanem inkább lakást vásárol gyermeke számára. Az ingatlan szakértő hozzátette, viszonylag hosszabb a megtérülési ideje, de még mindig megéri befektetési célból ingatlant vásárolni. Főleg akkor, ha két diák költözik a lakásba. Az albérleten és a saját lakáson kívül azonban a kollégiumok is a diákok rendelkezésére állnak. Idén januárban a kampusz tulajdonába került az Uni Hotel. Ezzel együtt csaknem 1800 férőhelyet kínál a Miskolci Egyetem hallgatói számára. Az épület jelenleg a gépész kar, a gépésznének és informatikai kar hallgatóit látja vendégül a tanév folyamán. Ez pedig már a kettes kollégium egyik négy ágyas szobája. Az ügyvivő azt mondta, fontos, hogy a hallgatók komfortosan érezzék magukat, ezért az elmúlt években új ágyakat, székeket és hűtőt is vásároltak a szobákba. A közös használatú konyhákat és fürdőket is felújították, és hamarosan a teljes egyes kollégiumot is felújítják majd. A Bolyai Kollégium szobáinak árai ebben a tanévben nem változnak. Maradnak azok a megszokott árak, amik eddig jellemezték a kollégiumot. Már 10 000 forint per havidíjtól lehet kollégiumi elhelyezést igényelni, kapni, pályázati úton elnyerni, és hát nyilvánvalóan férőhelytől, a hallgató pénzügyi státuszától függően, a férőhely komfortosságától függően az árak mehetnek fölfelé. Az ügyvivő hozzátette, idén csak nem 60 diák jelentkezését utasították el a férőhelyek száma miatt, de ők augusztus 6-áig még fellebbezhetnek. A tapasztalat az, hogy szeptemberben nem minden diák költözik be a kollégiumba, és akkor szabadulnak fel helyek.